találták Bekecs főútját. Interaktív vonatkiállítást nyílt Mezőzomboron. Idén is megrendezték a disznócécó Bodrog keresztúrban. Köszöntöm a Globo Televízió nézőit, Maknik Evelin vagyok. Átadásra került Bekecs főútja január 26-án. A szakasz táblától tábláig teljes körű megújításon ment keresztül, melybe beletartozott a patkák megjavítása, tartós burkolati jelek felfestése és 37 jelzőtábla cseréje és felújítása. A cél a minél biztonságosabb közlekedés biztosítása. Bekecs főútjának forgalma az elmúlt években jelentősen megnövekedett, ami szükségessé tette annak felújítását. Hosszú évek tervezése és bizakodása után a tavalyi év folyamán sikerült megvalósítani ezt a beruházást. A hivatalos átadó ünnepséget január 26-án rendezték meg. Az önkormányzati hivatal előtt gyűltek össze a megjelentek, akiket dr. Bodnár László a település polgármestere köszöntött. Isten útjai kifürkészhetetlenek, de a Bekecsi főutca maga a rögvalóság, nyitotta meg ünnepi gondolatait a községvezető. Úgy gondolja, hogy a közlekedőket a 37-es főúttal párhuzamosan kiszolgáló forgalmas útszakasz megújítása már igazán szükséges volt. Elmondta, hogy évek óta tervben volt ez a beruházás, számos megbeszélésen vannak túl, de leküzdötték a felmerülő nehézségeket. A munkafolyamatok zavaróak lehettek az itt élőknek, de véleménye szerint a végeredményért megérte a hosszas várakozás. Nagy öröm számukra, hogy a település főútja táblától tábláig megújulhatott, a feladatot azonban nem tartja befejezetnek, hiszen ezt az utat karban is kell tartani, vigyázni kell rá. Kiemelte, hogy az összes feladat közül a legfontosabb a közlekedők biztonságának biztosítása és a közlekedés biztonságossá tétele. Bekes szerencsés legyesbénye gyakorlatilag három különböző település, de egyben nőve. Így amikor Bekecs főutcára beszélünk, valójában Szerencs főutcának a folytatásának is tekinthetjük, és annyira szerves egységet alkot. Amikor annak idején Szerencs főutcája megújult, ugye értelemszerűen fölmerült a jogos igény, a kívánság, hogy Bekecs főutcája szintén új aszfaltréteget kaphasson. Be kell látni, szükség is volt rá, mert bizonyos helyeken úgy kikátyúsodott, hogy láthattuk a kocka köveket, amiket csak régi fényképeken köszöntek vissza. Ígéretet kaptunk rá, és az ígéretek, hála Istennek, az álomból komoly valóságá váltak. Eltartott egy ideig, de hát az út rengeteg helyen kell megújulni az utaknak, így ezért nagy örömünkre szolgált, amikor tavaly ősszel értesítést kaptunk, hogy Bekecs főutcája meg fog újulni a közútkezelő segítségével. Amikor felvonultak a gépek, a lakosságnak a szíve megdobbant, fogalmazhatjuk így, és a felújítással kapcsolatos nehézségeket, útlezárásokat, patkamarrást és a többit szerintem példás türelemmel viselték el, aminek az eredménye a mögöttünk látható csodálatos főút, ami reméljük hosszú ideig fogja szolgálni balesetmentesen lakosságunkat, közösségünket. Bekecs tranzittelepülés. Gyakorlatilag a 37-esre párhuzamosan fut az mi főutcánk, amin keresztül a Taktaköz, a Harangod völgye népe, sőt, mint több monok és golop lakossága is hazajár. Nem egy település szolgál ki, hanem sokat. És ennek köszönhetően a gépjármű forgalom is nagy, forgalomszámlás szerint akár eléri a 3000 gépjármet egy átlagos napon a főutca forgalma. Azért valljuk be, ez nem falusi szint, hanem inkább a városi vagy kisvárosi, és ehhez mérten kellett az utat megújítani, alkalmasát tenni a közlekedésre. Dr. Kon Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese beszédében elmondta, hogy édesapja utolsó céljai közé tartozott a Bekecsi főút helyzetének megoldása. Ez egy közel 2 kilométeres útszakasz, ami egy megközelítőleg 300 millió forintos projekt által valósulhatott meg. Fontosnak tartja, hogy a 37-es 2x2 sávja mellett Bekecsen is sokan haladnak át, így ezáltal a Miskolc felé haladó gépjárművek számára több lehetőség van a biztonságos közlekedésre. Ezen belül ruházásoknak nagy jelentőséget tulajdonít, hiszen megvalósulásukkal kinyílik a világ a közúton közlekedők előtt. Beszédében kihangsúlyozta ugyanakkor azt a teljesítményt, aminek köszönhetően ezt a beruházást 2 hónap alatt meg tudták valósítani. Záró gondolatként gratulációját adta át a polgármesternek, amiért Bekecs egy hihetetlenül jó és élhető településsé vált. Szerencsig elkészült az útfelújítás már 2020-ban, és az a helyzet, hogy nagyon-nagyon szerette volna édesapám is, meg utána én is, hogy ez teljesen megvalósuljon ez az útfejlesztés, mert itt közlekedünk együtt, tehát gyakorlatilag ezt az útszakaszt, ezt mindenki használja, nagyon forgalmas, és azt gondolom, hogy
hogy hát remélem, hogy megérte megvárni ezt az időszakot, amíg sikerült ennek megteremteni a forráslávát, mert ez egy nagyobb beruházás volt, közel 2 kilométeres útszakaszról beszélünk, és ez a mindennap élet szempontjából nagyon fontos, mert nyilván rengetegen közlekednek itt. Valahogy úgy alakult, hogy a 37-es út kétszer kétsávosabb bővítése befejeződött, nyilván annak nagyon örültünk, tehát a tavalyi egyébként rendkívül nehéz évben azt gondolom, hogy a szerencsieknek, illetve az itt élőknek voltak ilyen örömteli mérföldkövek, és az egyik az egészen bizonyosan a 37-es út kétsávosabb bővítése volt. Ugye tényleg egy 20 éves álmunk, és nagyon kinyitotta az egész térséget, meg biztos, hogy akik használják, ezt átérzik. És valahogy ezután sikerült elérni azt, hogy egy egyedi programba bekerülve ezt az útszakaszt is fel tudjuk újítani, úgyhogy úgy gondolom, hogy ütemezésben talán ez így jó volt, hogy a 37-es elkészült, és gyakorlatilag 2 hónap alatt pedig ez a közel 2 kilométeres útszakasz is elkészült, vagyis most már a Bekecstől Bekecs tábláig tartó szakasz is egy nagyon-nagyon jó minőségi utat jelent, illetve itt más fejlesztések is voltak, hiszen 37 kereszttáblát cseréltek ki, vagy helyeztek el, tehát azt gondolom, hogy meg is szépül gyakorlatilag itt ez az egész környezet. Hát én úgy gondolom, hogy egyébként egy ilyen fejlesztés is nagy mértékben segíti a vidék megtartó erejének a növelését, mert nem mindegy, hogy milyen úton közlekedünk, és akkor, amikor valaki dönt arról, hogy hol éli az életét, bizony az egy fontos szempont, hogy milyen utakon tudunk közlekedni. Tehát ez nagyon fontos, és a Magyar Falu Program is egyébként azt célozza úgy összességében, hogy ezt erősítsük. Egyébként a bekecsiek is tudtak ebből részesülni, tehát bölcsöde, óvoda, iskola fejlesztések voltak az elmúlt időszakban, orvosi eszközbeszerzések, szóval ezek mind-mind fontosak, és úgy összességében azt erősíti, hogy a fiatalok vagy itt képzeljék el a jövőket, vagy hazajöjjenek, vagy fiatalok válasszák esetleg Bekecset, úgyhogy itt szeretnék leélni az életüket, úgyhogy mi igazából ezeken dolgozunk, és úgy gondolom, hogy ezt is nagyon jól kiegészíti az ipari park fejlesztés, ami még nem fejeződött be. Szóval ez így együtt működik, és ennek egy nagyon-nagyon fontos lába az, hogy milyen úton közlekedünk, főleg úgy, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon forgalmas szakasz. Pejkel Tamás, a Magyar Közút Nonprofit ZRT vármegyei igazgatója beszédének kezdetén tudatta, hogy 2023 év vége felé az Építési és Közlekedési Minisztérium által Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elindult egy olyan útfelújítási program, amiben összesen 10 utat újítottak meg. Ezek közé tartozott Bekecs átkelési szakasza is, a 3611-es jelű országos közút, ami 1,7 km hosszúságon újulhatott meg. Részletezte, hogy a munkálatok során 2 réteg aszfalt kerül beépítésre, valamint a kivitelezők megjavították a patkát, tartós burkolati jeleket festettek fel, és 37 jelzőtáblát cseréltek ki, vagy újítottak fel. Elmondhatom, hogy tényleg egy komplex felújítási program történt, hangzott el a beszédének befejezéseként. A 3611-es számú összekötő úton valósult meg Bekecs átkelési szakaszán a burkolat felújítás összesen 1,7 km hosszúságban. A beruházást a Kolasz út ZRT készítette el 286 millió forint összegből. Itt a burkolat profilmarása után 2 új réteg aszfaltot fektettek le, összesen 2400 tonna aszfalt felhasználásával, megjavították az útpatkát, tartós burkolati jeleket festettek föl, jelzőtáblákat cseréltek ki, összesen 37 darabot, a buszmegállók peronjai is felújításra kerültek, illetve 3 gyalogátkelő hely esetében taktilis jeleket fektettek le a gyalogátkelők elé, a gyengén látók és a vakok segítségéül. Hát sajnos az úthálózat nincs a legjobb állapotban, leginkább a mellékutakra mondható ez el, úgyhogy nagy örömünkre szolgál, hogyha minél több utat tudunk felújítani, ráfér az úthálózatra. Idén ebben a programnak a keretében összesen 10 útszakasz újult meg az Építési és Közlekedési Minisztérium finanszírozásában, és jövőre pedig várjuk az újabb lehetőségeket. Magyar Falu Program keretében 5 útszakasz fog megújulni, most folynak még további felújításokra is egyeztetések, talán a Top Plusz program is beindulhat az idén, úgyhogy várjuk nagyon a következő feladatokat, és állunk elébe a kihívásoknak.
A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői, Szarvas Péter plébános és Szabó Roland parókus áldást mondtak az út biztonságos használatba vételéért. Ennek biztosítására közös imádságok kíséretében megszentelték az új utat. Az eseményt a nemzeti színű szalagátvágása zárta le. Fontos mérföldkő ez a település életében, amellyel még nem zárultak le a gördülékeny és biztonságos közlekedés érdekében megvalósított beruházások. Bekecs vezetőségének már vannak további tervei az elkövetkezendő időszakokra is, amelyek a községen élők és az azon áthaladók érdekeit fogják szolgálni. Vasúti terepasztal kiállítással gazdagodott mezőzombor, amely egyedülálló látványossága lett a településnek. Egyelőre 3 termet járhatnak be a látogatók, de az elkövetkezendő években szeretnék tovább bővíteni a kiállítást. A fő látványosság a Kelet-Magyarország jellegzetességeit ábrázoló terepasztal. Új kiállítással gazdagodott mezőzombor, ami a település szívében várja az érdeklődőket. Sokáig nem is sejtették az itt élők, hogy mind dolgozik Simkó Krisztián helyi lakos, a Rákóczi út 25 szám alatt. Radó Béla, a település polgármestere körülbelül egy éve tudta meg, hogy mi készül az eddig üresen álló épületben. Ez egy nagyon fontos esemény volt mezőzombor számára, amikor decemberben az ünnepek előtt ez a kiállítás megnyílt. Hadd kezdjem a néhány évre visszatekintve, hogy mi is volt ez az épület valamikor. Hosszú éveken keresztül varodaként üzemelt ez az épület, és sok helybelinek, illetve környékbeli varrónőnek adott munkát és megélhetést. Majd rendszerváltás után évekig üresen állt ez az épület, és egy nyomda üzemelt benne néhány éven keresztül, majd az is megszűnt, és legnagyobb örömünkre néhány évvel ezelőtt Simkó Krisztián barátom, aki egy helybeli lakos, megvásárolt ezt az épületet, és igazából nem tudtuk, hogy mi történik itt. Azt láttuk, hogy áll itt néhány személyautó, egyre gyakrabban és egyre hosszabb ideig, de nem tudtuk, hogy mi történik. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a kiállítás mezőzomboron kapott helyet, és az meg külön büszkeséggel tölt el, hogy a gyönyörű szép térkövezett főutcánk egyik éke lett, és most a két épület vetekszik itt egymással szembe, hiszen a másik oldalt megépült a bölcsöde, ami néhány hét múlva nyitni fog, és remélhetőleg lesz benne 24 apróság, amivel munkahelyeket is teremtünk természetesen, és ez a kiállítás is hozzájárul a falu fejlődéséhez. Mi is ellátogattunk a miniatúr helyszínére, hogy megtekintsük a nem is annyira mini interaktív vonat kiállítást. Simkó Krisztián a kiállítás tulajdonosa és megálmodója, már korábban is foglalkozott terepasztalokkal, de ezek a kiállított munkák már sokkal komplexebbek és kidolgozottabbak. A gyerekkori élménnyel kezdődött, karácsonyra kaptam egy vasútmodellt, ami én azt gondolom nagyon mélyen beéghetett a gondolataimba. Aztán 15 évvel ezelőtt ez a gondolat ez újraébredt, és ismét elkezdett érdekelni ez a maga a vasútmodellezés, akkor még csak a vasúti kocsik. Aztán ahogy az ember ebben jobban belássa magát, ahogy én is tettem, egyre több információra tesz szert, és ahogy teltek múltak az idők, összeismerkedtem olyanokkal, akik ezzel foglalkoznak, eljártam kiállításokra, és ahogy ez a tudás bővült, úgy született meg az ötlet, hogy valahol valósítsunk meg egy olyan terepasztalt, amit mások is láthatnak. A terepasztal 2 év alatt készült el, összesen 12-en vettünk benne részt valamilyen szempontból. Ezek közt volt villamosmérnök, gépészmérnök, képzőművész, geográfus, szóval elég széles palettát ölel fel, de ez kellett is hozzá. Tehát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ehhez kellenek ezek a speciális tudások. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor az ember egy házat szeretné építeni, kell hozzá egy tervező, kell hozzá földmunka, ács és köművest, szóval sorolhatnám. Itt hasonlóképpen kellett eljárni, ahhoz, hogy ezt belátható időmből meg tudjuk építeni. A környező országokból már érkeztek hozzánk, Szerbiából, Szlovákiából, Ausztriából, sőt még az Egyesült Államokból is volt vendégünk, illetve látogatunk. Itt Magyarországot tekintve a környező nagyvárosokból Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Sátoraljaújhely térségből érkeznek a legtöbben. A kiállítás jelenleg 3 teremből áll összesen. Az első terepasztalon még nem a vasút került főszerepbe, de nem kevésbé lenyűgöző. A Citadella és környezete rendkívüli részletességgel látható, ahol a legapróbb emberek és tárgyak is hihetetlen kidolgozottsággal kerültek elhelyezésre. A Citadellát láthatjuk mögöttünk, Gellérthegy részlettel. Nem a teljes Citadella készült el, mert sajnos nem fért volna be, de ez körülbelül a valós épületnek a 2/3. Sokan fölteszik a kérdést, hogy ez vajon
a méretarányoknak megfelelően készült el, és erre igen a válasz, nem tudjuk eltorzítani a méreteket, mert akkor nagyon más képet festene. Annyit kell még erről tudni, hogy ez 100%-ban kézzel készült, tehát a szobroktól kezdve a fákig, a világításig itt tulajdonképpen minden kézi munkának az eredménye. Az egész egy fa szerkezetre épül, és azon van kialakítva minden, amit itt láthatunk. És nagyon közel áll hozzánk Budapestnek az a rengeteg látványossága, és ebből szerettünk volna egy darabot itt megjeleníteni. A Citadellára esett a választás, úgyhogy azért került ide a Citadella. Itt megpróbáltuk mindent szem elé tenni, és minél közelebb hozni hozzánk, úgyhogy itt ilyen eldugott részleteket nem igazán találunk, de ami a valóságban is látható, így ahogy mondtad, a bódék, vagy a kis sziklás rész elől, azok mind itt megjelennek. Amit sokszor szeretek kihangsúlyozni, hogy a figurák, amiket elhelyezünk ezeken a kiállított darabokon, ezek mindegyik mögött történet van. Tehát nem csak kivesszük a dobozból a figurát és oda tesszük, hanem mindegyiket egy történet alapján állítjuk be. A kiállítás egész interaktív, amennyit jelent, hogy a látogató a nyomógombok megnyomásával, vagy akár joystickok megmozgatásával valamit elő tud idézni. Itt a gombokkal fényjátékot tudunk előhozni, ha megnyomunk egy gombot, egy kiválasztott gombot, akkor ez szépen megfesti a Citadellának a falait itt most adott esetben. A többi gombbal akár magát a szobrot is fel tudjuk ilyen színekkel ruházni. A közéső teremben külön vitrinekben kisebb fantáziavilágokba tekinthetnek bele. Minden munkának megvan a sajátossága, és az összeshez tartoznak interaktív elemek. A diorámák 4-5 ember közös munkájával és folyamatos ötletelésével valósultak meg. Ezt úgy hívjuk, hogy dioráma helység, vagy dioráma terem. Itt 6 darab dioráma készült, és ezek vannak kiállítva a mögöttünk, illetve előttünk látható vitrinekbe. Ezek nem valóságos épületeket ábrázolnak, ezeket teljesen a fantázia szülte, és a diorámákról azt kell tudni, hogy ezek nagyon részletesen, nagyon aprólékosan kidolgozott jeleneteket tartalmaz, illetve maga a dioráma egy rendkívül részletesen kidolgozott termék. Mindegyiket nagyon szeretem, de talán ez a szívügyem. Itt a mozgó harang az egy számomra kedves kis jelenet, illetve a többi gombbal fényeket tudunk kapcsolni. Ez egy félhomályba, vagy picit sötétebbe talán jobban mutat, de így a nappali fénybe is egy kitűnő látványosság. A másikat azért emelném ki, mert ez inkább a kedves látogatók egyik kedvence. Itt a Pisilő nénihez be lehet nézni. Ez nagyon sok mindenki kedvence. De ami mindent visz, az a hátsó udvaron lévő Pisilő bácsi. A fő attrakció az utolsó szobában tárult a szemünk elé. Hegyek, alagutak és jellegzetes építmények jól megkomponált rendben váltakoztak az egész helységet betöltő asztalon. A kis emberek hétköznapi tevékenységeiket végzik, miközben a vonatok egymást váltva haladnak el mellettük menetrendszerűen. A terepasztal alapvetőleg egy fantázia terepasztal. Ez nagyon fontosnak tartottuk, hogy legyen benne sok hegy, sok alagút. Ez a látványt nagyon tudja befolyásolni, illetve nagyon sokat hozzátesz a látványhoz. De a tematikáját tekintve ez Kelet-Magyarország. Innen Gödöllői pályaudvartól indulunk, és egészen Tokaj hegy aljáig jutunk a terepasztal másik végén. Ez a két épület például Gödöllőn található, illetve az a felüljáró, amit itt láthatunk, illetve maga a zajvédő fal is Gödöllő mintájára készült. Ez szintén Gödöllő pályaudvar mellett található ez a park, úgyhogy ez teljes egészében onnan lett mintázva, ennek alapján készült. Szerettük volna az éjjelt és a nappalt is valahogy lemintázni, hogy erre találtuk ki ezt az automata által vezérelt mesterséges világítást. Itt körülbelül 10 percig van nappal és 10 percig éjszaka, és ahogy az előbb is láthattuk, itt van egy átmenet a kettő között, tehát ugyanúgy, hogy a valóságban, ugyanúgy itt is színátmenetekkel egyszer csak kivilágosodik, és majd amikor sötétedik, ugyanezt láthatjuk visszafelé. A terepasztal alatt található 3 tároló. A vasúti kocsikat, illetve a vasúti szerelvények ezek a tárolókba pihennek, és a számítógép innen küldi fel őket egy-egy körre. Általában 3-4 szerelvény közlekedik a vasúti terepasztalon, aztán utána, amikor ezek visszatérnek a tárolókba, akkor egy másik szerelvény ezt fölváltja, és ettől változatossá tudtuk tenni a látványt. Itt, illetve hátul mutatnám, az egy nagyon fontos épület számunkra, az a korabeli Gödöllői vasúti pályaudvar.
Ezt azért szoktam kiemelni, mert erről semmilyen ma fellehető dokumentum, illetve maga az épület sem létezik a mai valójában. Úgyhogy egyetlen egy régi fekete-fehér fénykép alapján tudtunk tájékozódni, és az alapján készült el ez az épület. A mellette látható barokk katolikus templom egy nagyon sok településen fellelhető forma, ugyanis ezek típusterv alapján készültek. Az ide látogatók közül nagyon sokan ráismernek a saját vagy szomszédos településeken lévő templomukra, annak ellenére, hogy igazából ez egy nagyon sok településen megtalálható templom. Igen, itt megpróbáltunk egy ipari részt megvalósítani. A Borsodke Miklette lényegében ezt a gyár egységet. Ide is be tudnak futni a vasúti szerelvények, illetve ugyanúgy innen ki is tudnak menni. Itt körülbelül 3-4 szerelvény szokott egyszerre tartózkodni, most egyetlen egy vonatában. Itt már lassan Miskolchoz közeledünk, ugye felől láthatjuk az Avas kilátót, az alatta lévő épületekkel pedig az Avas alját próbáltuk meg valamilyen szempontból megjeleníteni. Nagyon sokszor sajnos rá vagyunk kényszerülve arra, hogy a gyártók által megvásárolt épületeket használjuk fel. Itt ezeket megpróbáljuk úgy átfesteni, vagy olyan sorrendbe rakni, hogy valamennyire tükrözze a valóságot. Nyilván itt akkor tudnánk visszaadni a teljes valóságot, hogyha az ott lévő épületeket teljes egészében lemodelleztük volna. Erre már sajnos nem volt idő, ezek borzasztó sok időt, energiát vesznek igénybe, tehát lényegében a kiállítás még most sem lenne kész, hogyha még ezekkel kellene foglalkoznunk. Vannak épületek, illetve maga a vasúti kocsik, a mozdonyok, a sín anyag, amiket meg tudunk vásárolni, de minden más kézzel készül. Kézzel készülnek a fák, a bokrok, illetve azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy amit megvásárolunk a boltokból, akár épületeket, akár sínanyagot, ezekhez mindegyikhez hozzá kell nyúlni. Az épületekbe világítást kell tennünk, ezeket általában át szoktuk festeni, illetve hát nyilván a vasúti síneket is rozsdásítani kell, kavicságyot kell hozzá tennünk, úgyhogy minden kézi munkát igényel. Igen, tehát a Miskolci vasúti pályaudvar után, a Tiszai pályaudvar után elérkezünk Tokaj hegyaljára. Itt két jellegzetes épületet szerettünk volna megjeleníteni. Az egyik a Tarcalon található Áldó Krisztus szobor, a másik pedig a kápolna, ami szintén Tarcalon található. A kisebb látogató nagy kedvencel a terepasztal végén található pincerész, ami Tokajhegyalja térségének tematikájához elengedhetetlen. A gyerekek szeretnek bebújni és felfedezni a pincemetszetet. Ez egy egyedülálló háromszintes pincerendszer, aminek lemodellezéséhez Krisztiánék Mádra mentek el. Az ott szerzett fotók és élmények alapján készült el a metszet. A terepasztal egészét egy szobából figyelik meg és irányítják. A bonyolult összetett programrendszer a kiállítás minden apró részletét lefedi. Most a vezérlőteremben vagyunk, itt mellettünk látható maga a vezérlő egység, illetve a monitorok, amin keresztül látjuk magát a vonat közlekedést. Itt a három alsó monitor számunkra a legfontosabb, itt tulajdonképpen grafikusan mutatja a számítógép, hogy melyik szerelvény éppen merre jár, illetve látjuk azokat a vasúti tárolókat is, amit kint a terepasztalnál nem látunk. A vasúti tárolókból, ahogy mondtam, tehát onnan indulnak ki a szerelvények, ezek menetrendszerűen közlekednek, és mi innen tudjuk felügyelni őket. A fenti monitorokon láthatjuk a különböző mozdonyoknak a kilométeróráját, ezek mutatják, hogy éppen melyik szerelvény milyen, illetve melyik mozdony mennyi kilométert tett már meg, illetve amelyiknek a kilométerórája már mutat sebességet, akkor az a vonat már közlekedik. A kiállítás szerdától vasárnapig minden nap megtekinthető Mezőzomboron. Simkó Krisztián elárulta, hogy ezzel még nem fejezték be a munkálatokat, már vannak terveik a folytatásra vonatkozóan is. Nagyon szeretnének megvalósítani egy budapesti terepasztalt, amihez már most megvan néhány épület. A terveik szerint a meglévő asztalt bővítenék tovább, aminek előkészületei szintén megkezdődtek. Ezáltal a Miskolc-Tiszaitól egészen a keleti pályaudvarig tudnának eljutni. Úgy gondolják, hogy ez még legalább másfél évet fog igénybe venni, de addig is nagy szeretettel fogadják a látogatókat. Ismét megrendezték Bodrogkeresztúrban a disznócécót január 27-én. A település lakói egy közösségi disznótoron vehettek részt, amelynek minden folyamatába becsatlakozhattak. Az eseményen a disznóból készített finom ételeket is megkóstolhatták.
Idén harmadik alkalommal rendezték meg Bodrogkeresztúrban a disznó cécót január 27-én. A Bodrogkeresztúr Jövőért Egyesület szervezésében megvalósult eseményen a település lakói részt vettek egy közös disznótoron, amely ezúttal is családias jó hangulatban telt el. A település apraja nagyja kivette a részét a munkából. A felnőttek élesre fenték késeiket, amit a fiatalabb korosztály érdeklődve figyelt meg. Amikor a kisebbek nem a felnőtteknek segítettek be, akkor íjászkodtak, futballoztak, vagy kergetőztek a Fülöp a Gólya rendezvény és apartmanházak között. A hideg idő ellenére vidáman folyt a munka, amihez az esemény elengedhetetlen kelléke a fogópálinka is hozzájárult. A nap fáradhatatlanul sütött, a zene pedig hasonló szüntelenséggel járult hozzá a felhőtlen szórakozáshoz. Aki mégis melegedni vágyott, az étkezőben megtehette ezt, amiben a forró tea és a forradból is segítkezett. Az előre elkészített hagymásvérrel és kolbásszal már reggeli óráktól fogadták az érkezőket, majd a nap folyamán közösen toros káposztát és húslevest készítettek a friss húsból és csontból. Az ezekhez szükséges alapokat a konyhában készítették elő. A tűzhelyen nagy lábasban rotyogott a hús, miközben a húsleveshez is egyre több alapanyag állt készen. Az akkor fel nem használt részekből a későbbi eseményekre szalonna, hurka és tepertő is készült, illetve a maradék hús is erre a célra kerül felhasználásra. Már jó pár éve megtartjuk, igaz, a Covid miatt volt egy kis kihagyás, ez most jelenleg harmadik alkalommal tartjuk meg ezt a disznó cécó elnevezésű disznóölést. Igazából ez is az Egyesület fő tevékenységéhez tartozik, ugye a közösségépítés, és itt is a falu kicsiét, nagyjait várjuk erre a rendezvényre. Hát igazából reggel 7 órakor kezdtük el ezt az egész rendezvényt, akkor volt a malackának a levágása, aki szerette volna, akár már ezt is követhette. Aztán készült egy hagymásvér, most éppen a feldolgozás folyik a hátam mögött, és a nap folyamán folyamatosan, ahogyan feldolgozzák a húst, különböző ételek készülnek belőle, toroskáposzta, sertéssült. Hát most konkrét programot ugye nem szerveztünk, mert ez az egész, ez a disznóölés köré szerveződött. Igazából itt arról szól most a dolog, hogy egész nap eszegetünk, pálinkázunk, beszélgetünk, az idő is csodálatos, úgyhogy szerintem minden egybe van ahhoz, hogy folytatjuk. Ugyanúgy a közösségépítés az. Nagyon aktívak igazából, folyamatosan reggel 7-től mindig jönnek valaki, ugye a reggeli hagymásvért szerette volna megkóstolni. Itt volt, valaki egész nap itt lesz velünk, de valaki majd csak délután, amikor még jobb idő lesz, akkor fog kisétálni. A munkálatok mellett bármikor benézhettek a szemközti tornateremben folytatott tekból mérkőzésre is. Az egyéni versenyen 16-an vettek részt 4 csoportban, amin képviseltette magát Bodrogkeresztúr mellett a Góbék csapat a Székely udvarhelyről és a Sáréti tekból team. A játékvezetőket a Magyar Tekból Szövetség biztosította a versenyre. A szállást és a nyereményként kiosztott borokat pedig a település polgármestere ajánlotta fel számukra. Évek sikerességét tekintve idén a karácsonyi koncerten túlmenően egy újévi koncertet is szerveztek Legyesbényén. Ezúttal 4 kiváló művész fogadta az érkezőket a római katolikus templomban február 3-án. Köztük Bunzik Tíma orgona művész, Váradi Zoltán hegedű művész és koncertmester, Szavári András György trombita művész és szintén trombitán Pintér Zoltán. A művészek nem ismeretlenek az itt élők számára, hiszen más-más formációban már léptek fel Legyesbényén. A jelenlegi formáció tagjai tanítással foglalkoznak, fiatal tehetségeket nevelnek, illetve a Miskolci Nemzeti Színház vagy a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjai. A koncertre ezúttal is színes felhozatallal érkeztek a zenészek, hallhattak a jelenlévők szólókat és dúókat több felállásban is.
A számok között felcsendült Schubert Ave Maria című remekműve is, amelyet Pintér Zoltán játszott el trombitán, és Bundzik Tíma orgonán csatlakozott hozzá. Továbbiakban olyan híres művészek alkotásai kerültek terítékre, mint többek között például Paganini, Chopin és Clodomir, akitől egy trombita duót hallhattak az Egybegyűltek. A templom széksorai szinte teljesen megteltek emberekkel, ami mutatta, hogy egyre nagyobb igény van a zenés események megtartására a településen. A karácsonyi koncert után ez az évi köszöntő rendezvény is jó eséllyel válhat hagyományá a községben. Kedves nézőink! Csatornánk számára fontos a magyar kultúra ápolása. Ennek érdekében elindítottuk műsorunk új blokkját, a magyar nyelv gyöngyszemeit. Ezentúl minden héten közvetítjük ezt a műsorunkat, amely során verseket és különböző irodalmi alkotásokat hallgathatnak meg. Telegram csatornáinkon és egyéb felületeinken pedig napi rendszerességgel olvashatnak, láthatnak irodalmi alkotásokat, amelyekről bővebben tájékozódhatnak oldalainkon. Ezúttal Spisák István előadásában Petőfi Sándor János Vitéz című költeményének részletét tekinthetik meg. Tüzesen süt le a nyári napsugára, az ég tetejéről a juhász bojtára. Fölösleges dolog sütnie oly nagyon, a juhásznak úgyis nagy melege vagyon. Szerelem tüzeék fiatal szívében, úgy legelteti a nyájt a falu végen. Falu végen nyája még szerte legelész, ő addig subáján a fűben heverész. Tengervirág nyílik tarkán körülötte, de ő a virágra szemét nem vetette. Egy kőhajtásnyira folyt tőle a patak, bámuló szemei oda tapadtanak. De nem ám a patak csillámló habjára, hanem a patakban egy szőke kisjányra. A szőke kisjánynak karcsú termetére, szép hosszú hajára, gömbölyű keblére. Kislány szoknyája térdig föl van hajtva, mivel hogy ruhákat mos a friss patakba. Kilátszik a vízből két szép térdecskéje, Kukorica Jancsi gyönyörűségére. Mert a pázsit fölött heverésző juhász, Kukorica Jancsi, ki is lehetne más. Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza, Iluska az, Jancsi szívének gyöngyháza. Szívemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája, Kukorica Jancsi így szólott hozzája. Pillancs ide, hiszen ezen a világon csak te vagy én nekem minden mulatságom. Vesd rám sugarát kökény szemeidnek, gyere ki a vízből, hadd öleljelek meg. Gyere ki a partra, csak egy pillanatra, rácsókolom lelkem piros ajakadra. Tudod, Jancsi szívem, örömest kimennék, ha a mosással, oly igen, nem sietnék. Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak. Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak. Ezeket mondott a szőke szép Iruska, s a ruhákat egyre nagy serényen mosta. De a juhász bojtár fölkel subájáról, közelebb megy hozzá, s csalogatva így szól. Gyere ki, galambom, gyere ki, gerlicém, a csókot ölelést mindjárt elvégzem én. Aztán a mostohát sincs itt a közelben, ne hagyd, hogy szeretőt halára epedjen. Kicsalta a leányt édes beszédével, átfogta derekát mind a két kezével, megcsókolta száját nem egyszer.
sem százszor. Ki mindeneket tud, azt tudja csak hányszor. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint hétfőn általában közepesen felhős lesz az ég, helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, hajnalban párak, ködfoltok képződhetnek, többnyire gyenge vagy mérsékelt majd a légmozgás, a minimum hőmérséklet -2 és +5, a csúcsérték 7 és 12 Celsius fok között várható. Másnap nagyrészt közepesen, illetve erősen felhős időre van kilátás, helyenként esővel, záporral. A szél északnyugatira fordul és helyenként megélénk. A hajnali -4 +5 Celsius fokról 6 és 12 Celsius fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szerdán általában gomoly felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, a keleti ország részben lehetne erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Helyenként kialakulhat zápor. Sokfelé megélénkő, főleg a Dunántúlon időnként megerősödik az északnyugati északi szél. Hajnalban -4 +4, a kora délutáni órákban 5-11 Celsius fokot olvashatunk le a hőmérőkről. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink! A Globa Televízió heti közéleti műsorát a Globon magazint látták. Új adással legközelebb február 25-én jelentkezünk. Címünk 3900 Szerencs Rákóczi út 43. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!